Mennyire látjuk másként a kegyelmi ügyet az egy héttel korábbihoz képest? Mennyit árnyalt a képen Balogh Zoltán lemondása, a pénteki tüntetés és Orbán Viktor évértékelője? Ellentétes vélemények az asztal két felén. Ön melyik oldalra ülne? Ez itt a csat. Jó estét kívánok! Alapvetően nem változik a témánk az előző adásokhoz képest, de hát ez izgatja az országot. Bemutatom a vendégeket. Czutor Zoltán. Orbán box analógiája egy nyílt fenyegetés. Túl engedékenyek voltunk. Az igazságkeresőket és a tiszta közéletre törekvőket keményebben kell büntetni, megfélemlíteni. Ókovács Szilveszter. Orbán Viktor beszédében a kegyelmi ügyről azonnal a lényegre törő, pontos, árnyalt, kemény, de igazságos volt. Somos András. Ki nem kényszerített hiba, értékel a miniszterelnök. Orbán Viktor az igazságügyminiszternél a 25 éve töretlen közjogi gyakorlat tiszteletét jelölte meg okként, az elnök pedig lemondásakor érzékeltette, nem szuverénként cselekedett. Gajdics Ottó. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az elnök asszonynak és Varga Juditnak a kisujjában több méltóság van, mint az egész baloldalban együttvéve. Ezt honnan tudjuk? Hát a tetteiket figyeljük, meg az elmondottakat, akkor azt hiszem, hogy ez az állítás nem szorul bizonyításra, ugyanis a baloldal soha az életben még semmilyen botrányos ügyben a felelősséget nem vállalta, az érintettek maradtak a helyükön, semmilyen hatásra meg nem gondolták volna magukat, itt pedig két olyan politikus hölgyet láttunk, akik az első adandó alkalommal, amikor látták, hogy döntésük milyen politikai következményekkel járt, azonnal levonták a politikai következtetést. Erről szerintem nem kell többet mondani. Nem az lett volna igazán méltósághoz illő, hogyha mondjuk a politikai következmények belátása előtt már magától a hiba miatt lemondtak volna? Tehát ahogy kirobbant a botrány? Az a helyzet, hogy a botrány kirobbanása az egyáltalán nem biztos, hogy bármiféle felelősséget ró az érintett személyekre. Nem illendő az embernek saját magát idézni. Több helyen elmondtam már, hogy az például, aki kegyelmet ad, az egyáltalán nem azonosul a kegyelmet kapó személyiségével, és nem veszi magára a bűneit. Következésképpen az, amivel most az ellenzéki oldal Novák Katalint, és most már az teljes kormánypárti tábort vádolja, hogy pedofil simogató lenne, ez egész egyszerűen hülyeség. És innen kezdve gondolom azt, hogy nagyon objektív és nagyon racionális volt az, amit a köztársasági elnök mondott. Békétlenséget teremtettem döntésemmel az országban. Innen kezdve nem tudok jó köztársasági elnök lenni, ezért mondok le. Amit igen, ez egy megközelítés. Ott nem volt ilyen indok. Igen, tehát itt van azért morális felelősség is, de minthogyha ez lett volna kevésbé fontos a lemondásnál, inkább a politikai közösség megmentése? Hát lehetséges, hogy az is, de én azt látom, hogy ha jól értettem ott, hogy tényleg nem a botrány kirobbanása okozta ezt az ügyet, hanem maga az a tény, hogy tavaly 9 hónappal, vagy nem tudom mennyi idővel ezelőtt bekövetkezett az, hogy egy ilyen embernek, még hogyha ez a rendszer hibája is, vagy valami résen való átcsúszás, hogy ez az ember kegyelmet kapott. Tehát az igazi fő ok az, és szerintem ez igazán fontos kérdés ebben a helyzetben, mégiscsak az, hogyha egyébként nem derül ez ki, nem kerül nyilvánosságra, nem sajtózza meg a 440 név, vagy bárki, akkor bármilyen következménnyel jár, és hogy hány ilyen hiba lehet még, ami nem derült ki, ami nincs megszellőztetve. Akkor nyilván nem lett volna, viszont az az igazi kérdés, hogy ha kiderül, és annak nincsenek ilyen politikai következményei, hogy mondjuk a jobboldali szavazók is rosszul érzik ettől magukat, meg elvesztik a bizalmukat, akkor
pusztán morális okokból lemondott volna-e Novák Katalin? Szerintem egyféleképpen úszhatta volna meg, hogyha elmondja, hogy miért tette. Tehát, hogyha az elején elmondja, hogy ezt azért tettem, mert egy olyan személyes ok áll az ügy homlokterében, ami miatt én kegyelmet adtam, amit akceptálnom kell, mert az a helyzet, hogy engem is ezzel győztek meg a tekintetben, hogy nekem, mint elnöknek, itt be kell avatkoznom. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hát nem ő volt a pedofil. Hát, nem is ezért ítélték el? Érdek az, hogy nem szuverén döntés, valamelyikőtök ezt hangsúlyozta volna ki a leköszönő elnöki beszédből. Hát annyiban semmilyen beszéd nem szuverén, hogy mindenkinek vannak tanácsadói. Ott van egy olyan igazgatóság, amely joggal foglalkozik, a mindenkori elnöknél van ilyen igazgatóság. Hát a mindenkori elnök, még ha éppen jogi végzettségű is, Novák Katalinnál ugye ez az alapdiploma megállt, akkor is megkérdezi ilyen ügyben másokat, és hát, hogy mondjam, az ő pozíciával jár, annak a nehézségével, ezzel a nagy tiszteletű, meg nagy nehézségű feladattal is, hogy neki kell eldönteni ebből több, esetleg különböző véleményből, hogy melyiket választja. De szerintem azért jelentősen hozzásegítették persze a lemondáshoz azok a hangok is, amelyek voltak olyan bátrak, hogy irgalmatlan szemforgatással kezdtek el a gyermekek megmentőiként tetszelegni, és erősen verték a résbe ezt az éket, és akik egyébként korábban a szívhangtól megriadtak, gyakorlatilag megrémültek, azok, vagy akik simán beleegyeztek volna abba, hogy egyébként drag queen show-k legyenek a óvodákban, iskolákban, azok hirtelen átöltöztek, és egész elképesztően, majd egyszer fog létezni, szint kell egy úgy is egyszer vallani. Hát akik nem szavazták meg a gyermekvédelmi törvényt, azok most hirtelen azt mondták, na nem baj, kicsit gázos lesz átöltözni, de most itt az alkalom, hát ha bejön. Átöltöztek, és bejött. De nem azért nem szavazták meg, mert nem értettek volna egyet a gyermekek védelmében. Pedig az úgy van, szavazol, akkor egyetértesz, hogy szavazd meg. Ilyen egyszerű. Nem, itt arról van szó, hogy más részei a törvénynek olyan árukapcsolást jelentettek, tudnélik a homoszexuálisok megbélyegzése tekintetében, hogyha valaki jó szívvel ezt megszavazza, akkor a szavazói ráolvassák, hogy mihez adott ez? Akkor inkább a gyermekek védelmét gyengítették. Nem, szerintem ezzel? Egyébként is jellemző a Fideszre ez az a fajta árukapcsolás. Amennyiben megszavazod a szigorú összeférhetetlenséget úgy, ahogy én akarom, akkor kapsz megfelelő mennyiségű juttatást, hogy a frakciódat működtethesd. Tehát ez a fajta árukapcsolás, ez mindig jellemző. Ugye azt itt közbe kell vetnem, hogy az eredeti javaslatot az ellenzék nagy része is megszavazta volna a gyermekvédelmi törvénynél, és utána kerültek be olyan kiegészítő passzusok, amelyek már az ellenzék... Koherencia zavar című. Közösség. Hát, nekem nagyon fura ez a hozzáállása a magát konzervatívnak tartóknak, miközben én is annak tartom magam, sőt konzervatív keresztény nagy családos embernek tartom magam, de ennek az erőltetése, hogy valakit meleggé tudunk tanítani, vagy varázsolni, vagy valakiből meleget tudunk, tehát beíratjuk az iskolába melegnek tanulni, vagy az óvodába, ennek az ügynek, ennek a fenoménnek az erőltetése is már nekem nagyon hamis. Megszászorozódott nyugaton a magukat melegnek való is. Hát lehet, hogy azért nem felvállalják. Gondolod, hogy ekkora ilyen arányban vannak jelen? Nem tudom, én amúgy biológus vagyok, és azt gondolom, hogy sokkal inkább genetikailag determinált dolog ez. Mindig elgondolkodom azon, mikor így elkezdem vizsgálni a saját szexuális orientációmat, hogy vajon nekem miért nem kellett megtanítani azt, hogy a csajokat szeressem, vagy miért bármit is fölhoztam az életbe, hogy meg akár ki kell dolgoznom együtt. Az ügyhöz szorosabban tartozó dolgot szeretnék mondani, hogy a Bicskei Gyermekotthon pedofiliáért elítélt vezetője homoszexuális. Jó, de pont egyébként ma lehetett olvasni egy másik ügyet a sajtóban, ami pedig kislányokhoz közelítő pedofilról szól. Azt hiszem, hogy utána a HVG .hu-n olvastam, tehát van ilyen példa is, olyan példa is, de tényleg kanyarodjunk vissza a kegyelemre. De elnézést. Jellemzően nem olyan a példa. Elnézést. Nézd meg, akár hozhatsz egyházi példákat is, általában nagyon nagy esetszámban ez a homoszexualitáshoz kötődik. Ez a fajta. A pedofília? Igen, így van.
Így van. Hát erről még nem hallottam. Viszont hosszú időn át tartó, a felügyeletére bízott gyerekek ellen elkövetett szexuális abúzus van, és ezt összekapcsolja a homoszexualitás, azt szerintem ez inszinuáció. Igen, tehát most itt szerintem... Nem értem, hát fiú gyermekek voltak rábízva. Igen, de nem az a lényeg, hogy ő homoszexuális, hanem hogy egészen elképesztő morális szinten állt. Így van. Annak dacára, hogy homoszexuális. Hát akkor még inkább kérdés, hogy az őt egyébként megmentő, vagy az áldozatokat fenyegető K. Andrét miért volt szüksége a Fidesz egy egész komoly apparátusának most mentegetni? Itt akkor és megint visszakanyarodnék Balogh Zoltántól, Varga Juditon át Novák Katalinig, hogy mi volt az az ügy, ami miatt fontos volt, hogy az őt a köztársasági az ilyen súlyos bűnöket elkövető embert mentegető, vagy az ő érdekében fenyegetőző zsaroló K. Andrét. A köztársasági elnök az miért gondolta azt, hogy már első és másodfokon is elítélték K. Andrét, és hogy ő mégis hisz az ártatlanságában. Mert ugye a nyilatkozatából ez derül ki, hogy jön ahhoz egy ember, tudom, a köztársasági elnöknek van joga hozzá, de mégiscsak honnan jön a felhatalmazás, hogy ő azt gondolja, hogy végig tárgyalták első fokon, másodfokon, aztán ugye tudjuk, hogy a kúria is ugyanezt a döntést hozta, de ő neki mégis más a véleménye, ezért felmenti azt az embert. De honnan tudjuk, hogy ártatlanságot gondolt? Mondott ilyet? Hát ő mondta... A kegyelem az amnesztia, amit egyébként többen is gyakoroltak, ő előtte itt már. Itt van Novák Katalin mondata. Az a büntetés elengedését jelenti. Az elítélt véleményem szerint, akkori véleményem szerint nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságába. De nem az, őt nem pedofiliáért ítélték ezt el. Tudjuk. Hanem csak azért, mert állítólag mentegette a pedofilt. Viszont volt egy kérdés, volt egy nevelő, akit pedofiliáért, ezt a szót nem tudom, miért használjuk, hogy a gyerekek szeretetét jelenti, tehát szexuális gyermekbántalmazásért, ugye, elítéltek, de nem letöltendőre. Ez is érdekes, hogy az a bíró, egyébként bírósági ítéletet ugye végre kell hajtani, de azért kritizálni nem lehetetlen. Hogy volt ennek a bírónak éppenséggel a mércéje? Hova volt beállítva? Itt olvasok egy 2022-es kutatást. Boros Tamás szerkesztőnek köszönöm, most átküldte nekem itt a kis gépemen. A pedofilok körében jelentősen gyakoribb a heteroszexualitás, mint a homoszexualitás egy kutatás alapján. Kivéve az egyház. Gondolom. Mert azt nem szoktátok. Most ebben ez nem szerepel, de volt még egy nagyon érdekes kérdés itt Gajdi Csottól. Mi a forrás, azért ezt hagyjátok meg? Ez milyen kutatás? Majd mindjárt megadjuk. Köszi. Gajdi Csottó az elején megemlített még egy dolgot, ugye, hogy a baloldaliakban nincs annyi méltóság sem, mint a... jegyzőkönyv kedvére akartam ezt mondani. Mondjál. Legalább két ügyet, aminél ez nem így volt. Például a Tocsik ügyben, ami az első, egy elég nagy botrány volt, abban abszolút lemondtak, szerintem Pető Iván a pártelnökségről lemondott a frakcióvezetőségről. Akkor még a MUK tagja voltál, nem emlékezhetsz erre. Nem? De. Jó. Volt egy Kiselemér nevű miniszter, akiről kiderült, hogy a saját egykori ügyvédi irodája kapott megbízást a kormánytól. A következő nap lemondott. A következő nap. Pedig ha megnézed, hogy milyen ügyekben derül ki a kormánytagok és a Hold udvar közötti, erre mondta Elsimon László, hogy hát az ember a barátaival dolgoztat, végül is őket ismeri, tehát tulajdonképpen ebben nincsen semmi. És a saját cégét meg még jobban ismeri. Nem tudom, hogy lesz-e annyi műsoridőnk, hogy én elkezdjek sorolni 30-szor annyit, mint amit most hallottunk, ahol meg nem történt semmi. Hát ezt szerintem nem kéne ebben belemenni. Ebben az ügyben a miniszterelnök is azt a megoldást választotta. A miniszterelnök is azt a megoldást választotta, hogy na majd, amikor a parlament előtt oda visszük a jogszabály felülvizsgálati indítványokat, akkor a baloldal megmutathatja, hogy micsoda gyermekvédelmi állásponton áll. Szerintem ez így nincs rendben. Bocsát, hadd szóljak, szerintem hozzárendben van. És nincs rendben, ebben az ügyben... Kettőt mondtál, mondjunk még kettőt, jó? Simon Gábor, emlékszünk rá, a éjségben a télén vonul, aztán találnak nála aranytömböket, 200 milliókat, azóta sincs ítélet. Simon Gábor csak azért nincsen a szemünk előtt, mert valószínű dugdossák. Ott van Fekete Győr a legfrissebb, aki ellen viszont konkrét ítélet van, és föl se merül benne, koncepciós eljárást emleget, miközben első mindenki látta, hogy mit csinált. Elsőfokon felmentették. Bocsánat, hadd szóljak közel. Igen, és Simon úrnak szerintem nincsen funkcióban sehol. Ezek kis halak. Hát az egy minisztert is említett, András, bocsánat, és én is tudnék. De vannak nagyobb halak is ezeknél. A jobb oldalnak két köztársasági elnöke
kényszerült lemondásra, ezt akár így is mondhatjuk. D-202 esetében nem hallottunk semmi ilyesmiről, az összödi beszéd után semmi nem volt. Tehát a baloldal valójában persze volt egy közlekedési miniszter is, aki egy nagy vonatban esetben lemondott, de a nagy halak azok meg sem moccantak. Szerintem tényszerűen kéne beszélgetnünk, mert engem nem lehet Gyurcsány Ferenc iránti elfogultsággal vádolni. Naponta kapom. De nyugodj bele, hogy lehet. Én azt mondtam, hogy a nagy halak nem mondtak le. De. Gyurcsány Ferenc bizalmi szavazást kért maga ellen az országgyűlésben, és a frakció úgy döntött, én nem értem máig, hogy nem miért. Nem tudta a végét, ugye? Hiszen morális válság volt, Solyom László is megmondta. Nem értem miért, a szocialista frakció megszavazta, hogy aztán kétharmadot csináljon a Fidesznek ezzel. Tehát megtörtént a következmény. Úgy érted, hogy ő lemondott ezzel? Megtörtént a következmény. Novák Katalinnak kapcsolatban fölvetted azt, hogy miért akkor mondott csak le, miért nem amakkor, most meg azt hallgatjuk, hogy valaki bizalmi szavazást kér, azt nevezzük következménynek, ugyan már? Megbukott a 200 forintos vízidíjon, és elment. Tehát fogta a kalapját, Gyurcsány Ferenc vette és ment. Igen, végül is... Ha úgy veszük, akkor magától távozott. Mai napig itt van. Szociális népszavazáson megbukott, azt mondta, hogy itt van közöttünk. Bocsánat, nincs mögöttem a többség, megyek. Az ország legnagyobb gyalázatára. 2008-ban. 2009-ben. 9 mondott le, 9 hónappal a parlamenti választás előtt, vagy 12-vel, amikor látszott, hogy ebből hatalmas bukta lesz. Egyáltalán nem azért mondott le. Hát 2006-ig kellett volna mondani, hát nem a 200 forint. Így van, viszont tegyük föl, hogy akkor nagyon, sőt, én is így gondolom, hogy ez egy fatális tévedés volt, sőt, egy ilyen ország sorsontó tévedése, hogy Gyurcsánynak, hogy akkor nem mondott le. De ez semmilyen értelemben nem menti föl azokat, akik most mondjuk kegyelmet adnak egy pedofil mentegetőnek sem. Tehát nem értem, hát hogy lehet. Most ezeket pakoljuk mérlegre, és akkor azt mondjuk, hogy az egyik morálisan helyes. Bocsánat, egyszerre szeretném, a kettőnél több ember nem beszélne. Hogy mondjak valamit a kegyelemről. Remélem, hogy tanult jogász barátunk megerősít majd ebben. A kegyelmi eljárás nem nyilvános. A kegyelmet a kegyelem adójának megindokolni nem kötelesség. De lehet. Lehetni lehet, csak igen. Szeretném hozzátenni, hogy eleve a föltételezés hamis. Ugyanis kegyelmet nem azért ad az ember, mert a kegyelmet kapó azt megérdemli, vagy bármivel ki kellett harcolnia. Kegyelmet nem így szoktunk adni. Kegyelmet azért adunk, mert én magam, akinek erre joga van, úgy érzem, hogy kegyelmet kell adnom, és nem tartozom ezzel elszámolással semmilyen felhergelt tömegnek. Na most itt nyilván van egy törvényi szabályozás, hogy nem kell, de egy ilyen esetben, ami az egész országot érdekli, igazából a mai napig nem kaptunk arra választ, hogy mi volt az oka annak, hogy kegyelmet kapott K. Endre. Ugye azért érdekes ez, mert más eseteket viszont fel tudunk sorolni, amikor valakinek az egészségügyi állapota, a bűncselekménnyel kapcsolatos körülmények indokolták azt, hogy kegyelmet adjon a köztársaság ellen. Felindulás, amikor őt hosszú kitartó időn keresztül zaklatják egy családtag részéről, tehát hogy az erre adott reakció az menthető körülmény, kvázi az elnök kegyelme szempontjára. Tehát magyarán lehet azt mondani, hogy törvényi kötelezettség nincs, de... Kegyelmet addig, könyörgöm, nem bűn. Nincs-e morális kötelezettség? Nincs-e morális kötelezettség? Már kinek? A köztársaság elnöknek, hogy indokolja ilyen esetben. Ez egy nagyon, nagyon meleg pite, mert amint elkezdjük indokolni az összes kegyelmet, amit egyébként ugye jelezzük, valamennyi elnök, Göncz Árpád is 10 évig volt, valószínűleg legtöbb kegyelmet ő adhatta. Tehát innentől fogva az egész olyan fokú beszéd témája lesz a sajtónak, aminek semmilyen köztársaság elnök nem fog tudni megfelelni. Egészen biztosan darabban fogják szedni az egészet. Tulajdonképpen a kegyelmnek nem ez értelme, mert az, aki kapná, az is céltáblává válik. Úgyhogy én ezzel óvatosan bánnék. Ha egyáltalán megmarad, akkor biztos nem. Ezt a nem támogatható gyakorlatot maga Novák Katalin kezdte a budaházi kegyelemnek az indoklásával. Tehát a részletes indokát megadta annak, hogy miért döntött úgy. Nagyon hosszú idő telt el, a családtagok otthon szenvednek, amik szegény terroristák a börtönben vannak. És egyébként nem fogok tudni statisztikai forrást adni, de mindenhol azt írják, hogy Novák Katalin adta a legtöbb kegyelmet, pedig eléggé rövid időn keresztül. De lehet, hogy tök alaposan. 2 év alatt adott 10 évnyi kegyelmet, ez biztos? Jó a statisztikátok? Már hogy most nem az évek számát, hanem az ügyek tekintetében. 30 valahány esetben adott kegyelmet, ezt tudjuk, csak nagyon sok vádlott esetében, mondjuk a budaházi ügyben volt egy pár,
tehát ez belejátszott akkor, ebben. Akkor én még hagyd tegyek hozzá valamit, megint csak magamat idézve, hogy Barabást, annó Pilátus. Milyen indoklással mentette föl azon túl, hogy az őrjöngő tömeg őt választotta, nem pedig Jézust? Igen, hát ez egy gyilkos volt, felforgató, mindenféle köztörvényes bűnt elkövetett. Népakarat döntött ott. De mondjuk, hogyha itt lehet volna kiabálási lehetőség egy téren, akkor valószínűleg nem kiabálják azt, hogy K. Endrét mentsük fel. Mondhatok egy teljesen lírai közbevetést? Tök nem ide tartozik. Először vagyok csatban, tehát én még értetem félre a műsort. Van Doráti Antalnak, a Híres karmesternek, néhai karmesternek egy szép kórusműve, ami úgy van felépítve, hogy az egész kórus Jézust kiabál, de az Barabásnak hallatszik. Szerintem ez szép. Ez szép. Jó, hát szerintem most egy kicsit a kulturális tértől elemelkedünk, de nem nagyon van, aki szerint nyilván ez is a magas kultúrához tartozik. Orbán Viktor évértékelőjével folytatjuk. A tisztelt és nagyra becsült, hazájáért, a magyar emberekért és családjaikért dolgozó, sőt, harcoló, Magyarországot a nagyvilágban méltó módon képviselő elnökasszony távozott. Mindannyian úgy láttuk őt a köztársasági elnöki tisztségben, mint aki odavaló. A magyarok jobbikényét, a jó tulajdonságainkat testesítette meg. Kegyelmi döntését a magyarok elsöprő többsége nem fogadta el és elutasította. Márpedig az elnök legszebb, egyben legnehezebb feladata a nemzeti egység fenntartása, s ha ez bármilyen okból megbillen, akkor a helyreállítása is. A lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egységet éppen az ő döntése bontotta meg, így ő maga helyreállítani már nem tudhatta. Jó emberek is hoznak rossz döntéseket. A legjobbakkal is megesik. Ha létezne időgép és visszarepülhetnénk a múltba, biztos vagyok abban, hogy kijavítanák a hibát. De időgép nem létezik. Így a kormányra vár a feladat, hogy a kizökkent időt helyre tolja, az erkölcsi rendet helyreállítsa, és a kialakult helyzetet jogilag is orvosolja. Ugye nyilván jön a gyermekvédelmi törvénynek egy szigorítása, ez most már egészen egyértelműen hallatszik a miniszterelnök megszólalásából is, illetve más hangok is ezt súgják. Ez megoldás? Nulladik pontként elmondhatom a szilveszterre reagálva, hogy a szuverenitásnak nem része az, hogyha a tanácsadó mást mond, akkor én nem dönthetek szuverén módon. Hanem ugye itt arról van szó, hogy a köztársasági elnök más a tekintettel hozta meg a döntését, és én visszahallgattam egyébként ezt a beszédet, amit többször idéztél. Itt nagyon kétértelműen beszél, mert nem tudni, hogy a szuverenitás kapcsán a jövőbeni szuverenitása került veszélybe, és ezért távozik, vagy azt gondolja, hogy alapvetően nem volt meg az ő szuverén döntési hatásköre, és ezért kell, hogy lemondjon. Mert a jövőbe azt üzente a fiataloknak, hogy amennyiben azt érzik, hogy már nem szuverének, akkor inkább lépjenek hátra, mondja az elnök, és úgy csinálják. Én ezt teljesen másképp vélem érteni, a helyzet fogja lesz innentől fogva, azért veszíti el a szuverenitását, innentől fogva mindenhova követték, bekiabálnak, mindenféle probléma szegélyezi az útját, és ezt nem lehet tovább csinálni, teljesen kizárt, hogy jön át volna a szuverén. Előző megjegyzésedre annyira nem K. Endrét kiabált a tömeg, hogy még a köztársasági elnöknek is le kellett mondania. Igen, igen. De ezt a Barabás példára mondtam, tehát itt azért... Jó, de itt konszenzus volt abban, hogy pedofiloknak vagy pedofil bűncselekményben érintetteknek nincs kegyelem. Novák Katalin összesen 40 esetben döntött 2023-ban a kegyelem mellett, és 2004-ben volt utoljára ilyen magas szám. Akkor ugye Mádl Ferenc volt a köztársasági elnök, ezek a pontos adatok. Ez a pápolák látogatással összefügghetett, azt ő mondta is 23-ban, júniusban volt itt a pápa. Igen, tehát az volt a hivatkozási pont. Most azért nem tudom, hogy szerencsése, hogy nem tudjuk, hogy kik voltak még azok, akiknek kegyelmet adott, vagy szerencsétlen. Tudunk egy takarítónőről, aki fényképezgetett a bíróság iratokba. De nem ezért kapott kegyelmet valószínűleg. Ezért nem a tette miatt, hanem egyéb helyzet miatt. Hát de nem tudjuk, hogy miért kapott kegyelmet. Szerintem a Fidesznél takarított valakinél, és de annyira fontos. Mondtam már, hogy a kegyelem az nem arról szól, hogy a kegyelmet adó úgy gondolja, hogy az a bűncselekmény, amit a bűnös elkövetett, az úgy van jól, ahogy van. Hát ki gondolja ilyen hülyeséget?
De egy indoklást azért szívesen fogadnék, hogyha valaki megindokolná. Hogy megbíztál miért, valaki, igen, hogy így van, fényképezgesse iratokba, vagy csak ő maga gondolta, hogy kiállítsa. Ez már a politika. Ez már a politika. Volt ennek egy ilyen paksamét a bírósági irata. Ezt az az ellenzék gerjeszti ezt a gondolatot, amit a kollégák most fölhoztak, amelyik minden áron rá akarja tolni Orbán Viktorra az ügyet. És Pető Péter vasárnap megmondta az ügy kirobbanásának másban, hogy az ellenzék dolga átorbánizálni az egész kegyelmi ügyet. Ez erről szól, mert biztos Orbán Viktor kényszerítette rá, ugye? Na hát erről szól ez az egész történet. Igen, vannak feladatok, az ellenzék általában támadja a kormányt, a kormány megpróbálja megvédeni az álláspontját. Nekem viszont az a feladatom, hogy most elköszönjek az első rész végén, de várom önöket vissza a második elején. Próbálom a jelenlévőket visszaterelni abba a mederbe, amit mi ennek a műsornak szántunk, tehát most az évértékelőről beszéljünk egy picit. Egy nagy medence. Egy nagy ring. Méghozzá Kárpát. De ezen kívül nagyon fontos az, amit az évértékelő mondott Orbán Viktor ezzel az ügyel a kegyelemmel kapcsolatban. Az egyik megállapítása az volt, hogy a politikai hiba akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat, hát még ha nincs. Ez szerintem sokak számára fontos, hogy van-e itt magyarázat. A másik megjegyzése az a gyermekvédelmi törvény szigorítására vonatkozott. A harmadik pedig, hogy minél gyorsabban kell köztársasági elnököt, újat választani. Melyik a legfontosabb ezek közül? Hát azért a szuverenitással összefügg ez a mondat, hogy nincs magyarázat, mert ugye bár azt állítjátok, hogy szuverinen döntött a köztársasági elnök, de akkor miért mondott le Balogh Zoltán? Szerintem az egy férfias lemondás volt, még kicsit későn is hozta meg. Elmondta, hogy ő volt az egyik azok közül, akik az ügyben megszólaltak Novák Katalin Felix, a tanácsadója volt. És egyébként, hogyha szigorúan veszed, az elnök dönt. Tehát nem bűn neki egyébként javaslatot tenni, hiszen nem a javaslat tévő dönti el, hanem az elnök. Ezért ez egy nagyon nehéz feladatkör, mert még egy hozzád közel álló, ugye a politikai mentorának is tekinthető püspök ráadásul mond valamit, és neked esetleg ellene kell dönteni. De állítólag Varga Judit azt mondta, hogy ne. Tehát, hogy ő jelezte, hogy ne. Hát nyilván két aláírás volt, de másodszorra már ő is elfogadta az elnöki döntést, mint 25 éve egyébként mindenki. Beszélhetünk egyébként erről is, hogy Balogh Zoltán lemondott-e, mert az, hogy valamiről lemondott, ugye a zsinati elnökségéről, az egy dolog, de ugye sokan most már arról beszélnek, hogy... Lakhatási jogáról, nem tudom, miről kéne még lemondania. A püspökségére gondolnak, és a saját egyházán belülről is vannak, akik ezt... Hiszen saját beszédében is mondott valami olyasmit, hogy ő túlságosan a politika felé hajlott a helyet, hogy Krisztus követte volna. Tehát tette erre egy konkrét utalást. Ez meg nekem egyértelműen azt jelenti, ugye, hogy van ez az egészen ismert, nem keresztények által is egészen ismert tanítás, hogy senki sem szolgált két urat, tehát vagy a mammont szolgáljuk, vagy a mindenhatót, és ő kvázi itt bevallotta, hogy ő itt a mammon mellett döntött. Azért és a mammon szolgálta, és nem biztos, hogy én szolgálnék tovább lelkismeretesen püspökként akkor, hogyha el is ismerem, hogy a mammonnak tettem. De én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen neki kell eldöntenie, van, és az egyházon ebben, belül pedig van. Vannak olyanok is, akik ez még biztos. Azt sem helyeslik, hogy a zsinati elnökségről lemondott. Tehát ott most elég nagy felfordulás van az egyházon belül ennek a megítélésében, hogy most akkor neki mit kell. De most, a mammon, a hamis mammon, az egyértelműen negatív dolog a Bibliában. Tehát most aki miniszter lesz, én... Dolgoztam ugyancsak 6 évet Balogh Zoltán alatt, mint intézményvezető. Még azt sem mondom, hogy mindenben egyetértettünk volna, mert nem volt így, de én sokkal inkább éreztem azt áldozatvállalásnak. Egy olyan tárcát vitt, egy olyan sok elemű tárcát vitt, amit irányítani nagyon-nagyon nehéz volt. És ő ezt egyébként nagyon nagy erőkkel képviselte, nem a mammont szolgálta. Nem gondolom, én sem gondolom, hogy ő maga úgy értette, hogy az egész miniszterségére értette ezt, vagy a miniszterként való több éves működésre. Szerintem ebben a konkrét esetben való döntésére gondolta az, hogy... Pénz és hatalom. Hát hogyha ő azt mondta, hogy mégis a politikának és nem a krisztusi értékeknek kedvezett a döntése meghozatalakor, vagy a tanácsa nyilvánosságra, vagy átadásakor, akkor én azt gondolom, hogyha ő maga így mondja, ez igen, ez olyan döntés, mint amikor a mammot választjuk. De hát hiszen
ugyanakkor nem mondott le a püspökségről. Tehát ezért miért nem értelmezzük a saját döntésének? Tehát miért a szavaiból akarjuk kitalálni? Hát meghozta a döntést. Hát a püspök maradt, lemondott a zsinati elnöki szerepéről, és szerintem, bárcsak a feleségem református, én magam nem, a református egyház, ismerve Balogh Zoltánt egyébként, meg így oldalpillantásban a református egyházat, sokat veszítene vele, hogyha Balogh Zoltán nem volna püspök, úgyhogy szerintem jól teszi, hogyha marad. Könnyen elképzelhető, hogy lesz ennek még folytatása az egyházon belül, és akkor arról hírt fogunk kapni, de akkor menjünk ugyanezen a nyomvonalon, tehát még mindig az évértékelőnél, a gyermekvédelmi törvénytől mit várhatunk, azon kívül, hogy politikailag ebben a helyzetben nyilvánvalóan ez egy jó megoldás a kormányzó erők részéről, hogy jelezzék, hogy amúgy továbbra is a pedofília ellen küzdenek, és ezzel az elnöki kegyelemmel egyáltalán nem értenek egyet. Hát nem csak jó megoldás, szükséges, és végül is mit lehetne csinálni? Azon, hogy Orbán akar, hogy természetesen, erre is, refrénszerűen, de akkor szigorítani kell. Nincs. De szeretnék, hogyha lenne. Szigorítani kell a szabályzást. A békások majd azok mondják neked. Igen. De a dolog lényege az, hogy rengeteg olyan probléma van, amelyek valóban megoldásra várnak. Például, hogyha ebből a konkrét ügyből indulunk ki, akkor valamit arra ki kellene találni, hogy gyermekintézmény élén ne állhasson olyan vezető, akiről lehet sejteni, vagy valamilyen eljárás során arra lehet következtetni, hogy majd ilyen módon fog viselkedni. Például úgy, hogy alkalmassági vizsgálatot vezetünk be a felvételi eljárás során. Például. Mert hogy egyébként gyermekekkel foglalkozó pályákon ez nem ördögtől való, és talán még jobban kellene ezt is csinálni. Ugye azért, egy csomó dologban lehet itt javítani a törvényt. Ez azért érdekes felvetés, mert most így, hogy a sajtó kutakodik ebben az ügyben, ugye azt hiszem, hogy a 444 írta meg ma, hogy már 2012-ben egy ombudsmani jelentés a bicskei gyermekotthonnal kapcsolatban elég durva dolgokat tárt fel. És azt ígérte Balogh Zoltán akkor, hogy a minisztérium ki fogja ezt vizsgálni. Igen. És intézkedni. Most fog. Ehhez képest utána a fővárostól is kapott még. De miket? Tehát mit tudom én, Lyukas a csatorna, vagy... Ennyit tegyünk már hozzá, hogy azért jó, hogyha 2012-ben szólt ez a jelentés, mert nyilván annak is kellett egy idő, míg elkészült. Magyarul, amiket föltárt, az mind 2010 előtt történt a bicskei otthonban. Innen kezdve lehet gyurcsányozni is, nem csak Orbánul. 2011-12-es történeteket tárt fel. A gyermekek gyámja az intézmény igazgatója a nyomozás megindításakor lemondott gyámi tisztségéről, a gyámhivatal pedig gyámul az igazgató helyettest rendelte, ugye K. Endre. Igen. Az igazgató helyettes hosszú évek óta munkakapcsolatban állt a gyanúsított igazgatóval, neki alárendelve, így az alárendeltség miatt azonban nem volt kizárható az érdekellentét a gyermekek és a törvényes képviseletüket ellátó személy között. Ez az egyik megállapítás. Ettől azért nem dől össze a stúdió. Pontosan mit akar ez mondani? Nem, ezért kellett gyermek. Az elmúlt években több gyermek utalt arra, hogy az igazgató szexuális tartalmú célzásokat tesz, időnként intim helyeken érinti meg őket. A gyermekek valós segítséget nem kaptak, a bántalmazás gyanújáról tudomással bíró felnőttek csupán egymás között tettek kísérletet a probléma megoldására. Iszonyatosan súlyos megállapítások ez az ombudsmantól. És ez 2012. Úgyhogy, tehát és akár akkor is eszébe utána? Juthatott volna valakinek, hogy változtatni kéne a kinevezéseken. Itt volt az áldozatok, sértette képviselő, jogi képviselő, egy ügyvéd, és elmondta, hogy KND-t rendelték ki azért eseti gyámnak, mert ugye érdekellentét volt az intézmény vezetősége és a konkrét terhelt között, ugye egy nevelőt vádoltak meg az igazgatót. És aztán, amikor kirendelték K. Endrét, akkor utána mondja a jogi képviselő, vissza lehet nézni a startban a beszélgetést, ahelyett, hogy a gyermekek érdekeit védte volna gyámként, ahelyett inkább azt mondta, hogy
ezek a cselekmények, ezek igazából nem olyan típusú cselekmények, amely miatt itt kell, hogy legyünk a bíróságon, és befejezték az eljárást. Minden egyes mondatotok azt támasztja alá, hogy igenis sürgősen át kell fésülni a vonatkozó törvényeket az alaptörvénytől a miniszteri rendeletig, és ahol kell, ott közbe kell avatkozni, új szabályokat kell. Vagy az ombudsman hatásköréig, mert akkor nyilván ezt követni kellett volna valamilyen vizsgálatnak. És az ombudsman, tehát az már rég tudjuk, hogy minek. Hát azóta mondjuk ez a rendszer is átalakult egy picit, azt tudjuk. De azért Orbán Viktor első megoldására hagy mondjak valamit, amikor előáll még, ugye a köztársasági elnök csak azt mondja, hogy neki nem kell indokolni, Orbán Viktor előáll azzal, hogy ő szeretné, hogyha a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör, az ne terjedjen ki a pedofil elkövetőkre, tehát hogy ne lehessen ilyet sorsa adni. Ugye emlékezzünk erre, hogy ez egy alkotmánymódosítás. Hát ugye egész pontosan, hogy a kiskorú a kárára elkövetett bűncselekmények igen. tekintetében. Ha jól értem, akkor most végig fog menni egy 14. alaptörvény módosítás, amely arra irányul, hogy a most kiválasztandó köztársasági elnök majd még véletlenül sem mérlegelhessen pedofil elkövetők javára, igaz? Igen. Hát kitől védjük? Kitől védjük a köztársasági elnök jogkörét? Kitől? Hogy? Hát ki az, aki ellen irányul a módosítás? Mert csak az elnök dönthet így. Hát, de hogy véletlenül se fogadja meg. Kiválasztunk valakit, hogy az az ember legyen Magyarország elnöke, ugye mert így hívják most már, nem? Magyarország elnöke. És köztársasági elnök egyébként. Magyarország elnöke, így hívják. És hogy az véletlenül sem érlegelhessen a kegyelmi jogkörben egy pedofil bűnöző javára? Ezt akarjuk elkerülni? Figyelj, miért annyira fáj neked, hogyha van egy korlát, ami mert értelmetlen. Egy méteres és egy méter tízre fölmerül? Mert az ember morális érzéke alapján nem ad kegyelmet pedofil bűnözőknek. Szerinted rossz szemben Novák Katalin? És ezt a hibát mégis elkövette. Nem kell esetleg a következőket is megvédeni, attól hiába lesznek jó. De máig nem tudjuk, hogy miért követte el, mert azért, mert azt gondolta, hogy így jó, vagy azért, mert azt mondták, hogy Katalin, azért vagy elnök, hogy ezt megcsinálj. A tömeg a téren nem szigorítást akart? Akkor mégis Orbánt akarták elküldeni? Át fogunk térni akkor a tömegre a téren, de annyit megjegyeznék, hogy nem szeretem magamat ismételni, de itt az előző heti adásban felolvastam ugye egy kérvényt, amit egy férj juttatott el az akkori köztársasági elnökhöz egy olyan ügyben, ahol az édesanyja a gyógyíthatatlan beteg lányát segítette át a másvilágra, miután az könyörgött azért, hogy ne kelljen tovább élnie. És az a baj ezzel az alkotmánymódosítással, meglátásom szerint, hogy erre az ügyre is vonatkozik, tehát ebben sem lehetne kegyelmet adni. De én ezt most ezen nincs után... Még, ezt... De nincs még alkotmánymódosítás, még így azért nagyon jó, hogy itt beszélünk igen, róla, de amikor valaki ezt majd megfogalmazza, figyelembe fogja venni. Hogy a szexuális jelleg benne lesz. Jó. Persze, egyébként ilyen ügy sajnos több is volt az elmúlt, amióta én mondjuk tudatomnál vagyok, és az már de akkor menjünk egy picit a tüntetés irányába tovább. Ez más eset. Mert elhangzott így, hogy mit akartak a tüntetők a téren, úgyhogy ezt is átbeszéljük. Odakint most szörnyek járnak. Szörnyek, akik gyerekeket bántottak. Szörnyek, akik gyerekek helyett a bántalmazókat segítették. Szörnyek, akik urambátyám alapon kegyelmet osztogatnak. A magyar állam csődöt mondott. Nem csak akkor, amikor szabadon engedték a pedofil ragadozó bűntársát, hanem most is, ma is, ebben a percben is, amikor nincs egy mindenre kiterjedő, átlátható és független vizsgálat, ami tisztázná a felelősséget, hogy kik tudtak a kegyelemről, kik engedélyezték, kik intézték. A szörnyállam nem csak jobb és bal, hanem a fent és lent tengelyen is széthasítja a társadalmat. Egy kasztrendszerben élünk. Más jog, más szabályok vonatkoznak azokra, akiknek kutyabőrük van. A püspökre, az ismára, a földes úrra. Ha a bicskei pedofil segítő megúszta, milyen védelmet élvezhetnek a valóban hatalmasok? Hát egészen más reakciókat láttam itt az idézet közben, az egyik oldalon meg a másikon. Mondjuk úgy, hogy bólogatás ezen az oldalon, és fejcsóválás a másikon. Úgy mondja, nem tudta egyesíteni a nemzetet, hogyha jól értem. Ne legyen elnök belőle. Hát nem tudom, hogy Orbán Viktornak is sikerült-e. Mármint, hogy egyesítse a nemzetet, pedig tök jó lett volna. Vagy akár Novák Katalinnak. Már kétszer megígért, hogy a kétharmad érdekében, háromharmad érdekében politizálják. Szerintem 90%-os volt pont a gyermekvédelmi szavazás. Nem 99? Nem, most nem arra gondolok, hanem ami konkrétan a választásokkor történt. És nem beszélve arról, hogy legalább 60-70%-a a magyar társadalomnak azon a véleményen van, hogy pedofil cselekmények esetén nincs kegyelem. De itt egyáltalán csak a pedofiliáról van szó, mint ahogy szerintem a tüntetés. Ez egy ilyen pont volt az én, vagy a
az utolsó csap a pohárban. Nyilvánvalóan, hogy nem csak a pedofiliáról szólt. Tehát ez kormányellenes tüntetés volt. Így van. Ez egy határozott kormányellenes tüntetés volt, mert azért az erkölcsi állapotért, ami ebben a pillanatban van, ebben az országban, meg hogy ilyen dolgok bekövetkezhetnek, hogy vannak csókosok, akik akár ilyen bűncselekményeket is hímű-humiban, meg sumákban megúszhatnak, ezért ki mást tegyünk felelőssé, mint azt a kormányt, aki közel 14 éve regnál ebben az országban. Azt mondja Gyurcsány a minap, nem kell szégyellősnek lenni, jegyezzük meg az ügyészek, meg a bírók nevét, akik szocialista, meg DK-s politikust, meg Momentumost mernek elítélni. Miről beszélsz? És nincsenek az nekem országnak. Nincsen semmilyen morális kapcsolódás, meg semmi egyéb kapcsolódásom Gyurcsányhoz. De nem arról beszélek, hanem arról, hogy úgy jön ide, hogy erről a magas erkölcsi példasztáról fikázni a kormányt, és erkölcstelennek, hát és nem a önpártolónak nevezni. Ezt, amit én mondtam, most nem azért. Jó, én tőled el is fogadom, csak mondta. Azért szeretném hozzátenni, hogy szó sincs arról, hogy itt olyan baromi nagy morális válság lenne, vagy ha van, az a társadalom egészére vonatkozik, nem pedig ebben néhány kormánypártira. Igen. Tehát most ez a tüntetés azért magát egy kicsit máshogy határozza meg, mint a kívülállók, mert ugye arról beszéltek legtöbbet, hogy ez egy gyermekvédelmi tüntetés, és igazából a szónokok többsége igazából erről is beszélt. Tehát egy csomó gyakorlatilag szakpolitikainak tekinthető felszólalás volt, ami arról szólt, hogy évtizedek óta nem változott a zseppénze azoknak a gyerekeknek, akik ilyen intézményekben vannak, a fizetése azoknak, akik foglalkoznak velük, az egésznek a szervezeti felépítése, az állapota a létesítményeknek, tehát ilyenek hangzottak el többségükben, és nem kormányellenes megszólalások voltak. És nagyon kilógott az idézett szöveg. Otyondi Edinájé kilógott. Tehát mit gondolunk erről? Most ez milyen irányba ment ez a tüntetés? Mit jelent a kormány számára? Jelente bármilyen fenyegetést az, hogy most 150 ezer ember egy ilyen ügyben kint volt? Vagy minden mehet? Hát én ezzel kezdtem ezt a részt, hogy nagyon örülök neki, hogy itt találkozik ennek a 150 ezer embernek az óhaja azzal, amit a kormány tenni kíván. Át kell nézni ezt az egész rendszert, és ezeket az anomáliákat, amiket itt tételesen sorolták, meg kell oldani, ki kell javítani. Ez van. Így van, és egyébként szerintem az volt a fügefalevél, a rendben lévő beszédek valóban, és ez meg a valódi akarat, ami így kicsit így átszúrta a szőnyeget, vagy a fedést. Potyondi művésznő, aki ugye egyik azoknak, akik tényleg nagyon megijedtek a szívhangt, ugye babának a szívhangját meg kell valakinek hallgatnia, és aki még ugye volt olyan kedves, hogy egy tévéműsorban arról is beszélt. Kötelező szívhang saját gyerekét is később szerette meg, mint a születése néhány évvel. Ezekkel azért nehéz mit kezdeni, és ezzel a militáns szóhasználattal, és ezzel a szörnyek járnak, pontosan kicsoda szörny egyébként. Mert kik engedélyezték, milyen szó használ, hogy kik intézték, kik engedélyezték, nem világos, hogy ki hagyta a kegyelmet igenre vagy nemre a köztársasági elnök. De mi ez az egész? Igen, de most itt azért közbe kell vetnem, hogy a szülés utáni depresszió az nem tartozik a viccelődés tárgykörébe, legalábbis az én véleményem egyáltalán szerint. Egyáltalán nem viccelődöm vele? Egyáltalán nem. Mert hogy Potyondi Edina kapcsán, mint hogyha ez... Hát lehet, hogy vele kapcsolatosan minden vicces. Én ezzel elszörnyűködtem, ne ragudjam, amikor ezt a... Pedig ez egy létező jelenség. Televíziós... Nem azon szörnyűködtem, hogy valaki azt mondja ki, hogy 2 vagy 3 év után tudta igazán elfogadni, hogy neki ez a gyerek az övé. És a szívhanga pontosan mi a ez, baj? Ez azért egy értékítélet volt Potyondi Edina irányába, hogy lám, itt van egy ember, aki egyrészt így beszél közügyekről, szerintem teljesen jól beszél. De cseppet sem volt túlzás? Semmi? Sem a felhergeltség, amivel hergelni akart, sem a hangszín, szerintem elég sem a szóhasználat. Nem ülnénk itt, hogyha nem visszafogott volt. Nem tételeznénk föl, hogy lehet egy adott kérdésről más véleményünk, akkor most nem ülnénk itt. Tehát ez így van, egészen ez garantálom. Én azért mondom, hogy a szívfang működését érti, ezzel nincsen semmi probléma. Jó, de Otto, én visszakérdeztem csak, hogy mi volt a szándéka azzal, amit mondott a szilveszternek. Szerintem én érteni akarom a szilveszter szándékát. Felemlítettem két olyan dolgot, ami szintén gyerekekkel kapcsolatos. Nem fogod, mert te egészen más gondolsz Potyondi Edináról.
Mi Potyondi Edinát ebben a szerepvállalásában is egy bajkeverőnek tartjuk, aki mindent elkövet azért, van, de hogy az a kormány megbuktassa. Mi meg nem értünk ezzel egyet. Szerintem hozzátartozik, hogy a szülés utáni depressziót azt nem keverjük bele a politikai állásfoglalásukba. Akkor ez az egye. De akkor a szívhangról is mondj valamit, ha ilyen módon beleszóltál. A szívhangról mi a probléma? Az egy politikai kérdés, abban nem foglalnék. A szívhang politikai kérdés? Hát azzá vált Nem tudom, hát politikai kérdés, politikai a kérdést csináltatok belőle, ez biztos. Ja, hogy mit csinálsz, Mária? Ettől függetlenül én nem értem, hogy csak bárki... Csak elfogadták a mi hazánk javaslatát a Fidesz. Én amúgy részéről. Személyesen hadgyerek édesapjaként egyébként nem... Dúró Dóra hozta be a szívhangos javaslatot. Jó, nagyon nehezen lesz ez így. De én nem gondolom, hogy a szívhangnál kéne ragadni. Nem, itt a vita közöttünk Potyondi Edina megítélésében van. Én egyébként én is úgy gondolom, hogy Potyondi Edina bajkeverő, és én nagyon örülök annak, hogy Potyondi Edina ilyen bajkeverő. Visszautalnék erre, hogy ugye nagyon militáns volt Potyondi Edina megszólalása. Melyik koordinátorrendszerben? Szerintem egy műfaj azonos volt felszólalása, tehát semmi gond nem volt azzal. De ez melyik műfaj? Hát az, hogy egy köztéri tiltakozó akcióban így kell beszélni a tömeghez. Nem lehet mesét felolvasni, mint Harag Péter, mert elalszol. Voltak, a többiek rosszul beszéltek. Nem tudom, hogy a többiek Potyondi Edinához képest mennyiben voltak túlfűtöttek. Láttam egy-két felszólalást, közben néztem az egyenes beszédet, tehát részeket láttam belőle. Miért kellett a többieknek olyannak lenni, vagy másmilyennebbnek, vagy nem tudom, hogy akármilyennebbnek. Azt mondja, hogy így kell beszélni a tömeghez. Szerintem a tömeghez. Szerintem a Potyondi Edinának így kell beszélni a tömeghez. De ugyanakkor egyébként vessük azt is föl, hogy a Pesti srácok stábjának a rugdosása, lögdösése, akkor az is műfaj azonos tulajdonképpen. Mégis azt gondolom, hogy mondjuk ezt nem az a 150 ezer ember követte el, ha már megtörtént. Most akkor vagy az lesz, hogy csak én fogok beszélni, vagy mindenkinek a mikrofonját le fogják húzni a vezérlőben, vagy próbáljunk meg valami rendet tartani, hogy tényleg maximum kettő ember beszél. Ha valaki érzékeli, hogy ketten már beszélnek, akkor tudja, hogy ő lenne a harmadik, és maradjon csendben. Tehát ez a tüntetés, ez jelente bármilyen veszélyt a kormány hatalmára, lehetőségeire nézve? Egyáltalán nem. Én is így gondolom, hogy egyáltalán nem. Én egy picit ezt sajnálom. Én bevallom őszintén, hogy kicsit elszontyolottam, mikor olvastam nagyon sok olyan véleményt, és ez a félelmet tükrözi a Magyarország szavazópolgárai egy jelentős részének inkább a félelmét, hogy nagyon remélem, hogy nem kerül szóba a politika, vagy az aktuál politika, mert akkor nem merek kimenni. És én szerintem ez aggasztó. Én bennem is volt egy jókora adag rossz kedv és elkeseredettség, különösen azok után, hogy leírtam ezt, amit most is elmondtam, hogy számomra ez egy teljes mértékben ellenzék által a hátulról vezérelt politikai és kormányellenes tüntetés volt, persze szépen letakarva azzal a lepedővel, hogy a gyermekek érdekében csináljuk mindezt. De az hihetetlen, Otto, hogy... Ne, csak hagyd mondjam még a mondatot, ide, hogy azért voltam elkeseredve, mert kaptam egy csomó kommentet, meg hozzászólás, meg nem tudom micsodát, hogy én mekkora, és akkor itt nem akarom idézni, hogy micsoda vagyok, mert ez a véleményem. És nagyon elkeseredtem, hogy ennyi ember nem lát át a szitán, és nem ért, és hiába mondjuk, nem fogja megérteni. De ez teljesen hihetetlen, hogy lehetnek Magyarországon olyan emberek, akik nem akarnak a pártpolitikába semmilyen módon beavatkozni, de még csak megjelenni sem pártpolitikai rendezvényen, viszont ezt az ügyet, ezt tartják annyira felháborítónak, hogy a hangjukat hallassák. Ez teljesen látható, rendben van, pontosan ezért érzem azt, hogy baromira átverték őket. És szerintem egyik politikai oldal reakciója sem szolgálja a megoldást. Megmondom miért, mert kérdezted a gyermekvédelmi törvények szigorítását, szerintem nem a törvényekkel van a probléma. Az a probléma van, hogy a gyermekvédelmi rendszer tudatosan leépítették az elmúlt 12 évben, vagy 13 évben. Nagyon sok interjút csináltam azokkal, akik a régi rendszerben is voltak, meg a mostani rendszerben is továbbiakban a gyermekvédelmet szolgálták, és az a helyzet, nincs elég szakember, elvonják a pénzt a rendszerből, kastélyokat más célra hasznosítanak, és gyermekvédelmi intézeteket kinyomják onnan, és a nevelőszülői hálózatot tudatosan visszafejlesztik, és egyébként a gyermekeket kilökik az intézetekből.
Tehát ez egy probléma, amire a miniszteri rendelet átvizsgálása biztos, hogy nem megoldás, de még az az alkotmánymódosítás sem, amivel a Fidesz próbálkozik. És ez tudatosan történik. Tehát van egy meghatározott gonosz szándék valahol, és az azt mondja, hogy na akkor ezt most mind tönkreteszem, ez így lesz jó. Biztos lehet, nem egy másik koncepció. Alkalmatlanságból egyébként. Én nem feltételezem azt, hogy tudatosan ártanának. Jó. Az is lehet, hogy csak alkalmatlanság. Én azt szeretném mondani, hogy Magyarországon nagyon komoly diktatúra van, nem szabad tüntetni. Nem mernek kimenni az emberek az utcára, épp most is csak 50-150 ezeren mentek ki. Szilveszter. Korábban minden más tüntetés azért volt kisebb, mert nem mertek kimenni az utcára, és egyébként, ha kicsi, ha nagy, ennek szerintem se lesz hatása a kormány. És még elmondom, hogy az ellenzék tök alkalmatlan. Tehát elmondom, hogy az a válasz, hogy közvetlen köztársasági elnököt választunk, az a legnagyobb hülyeség. Ebben a közjogi rendszerben ezt előadni, elképesztő hülyeség. Na most akkor itt befejezzük a műsort. Nyilván az ellenzék... Pedig nagyon egyetértünk. Hát, na, pont azért fejezzük be, mert ugye ez lehetne az egyetlen pillanat, amikor végigmondhatnék úgy egy mondatot, hogy nem szól valaki be mind a két oldalról. Nem be, hanem bele. Be és bele. Csatta a jövő hét kedden, jövünk pénteken pedig csat.2. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.